Önként megjelent a belga hatóságok előtt Carles Puigdemont volt katalán elnök, miután Spanyolország lázadás és költségvetési csalás miatt újra európai elfogató parancsot adott ki ellene. Puigdemont ügyvédei azt mondták, hogy a volt katalán elnök együttműködik a hatóságokkal, bár nem akarja, hogy kiadják Spanyolországnak. A katalán szeparatista vezetőkre a spanyol bíróság rendkívül súlyos börtönbüntetéseket szabott ki. Emiatt Barcelonában sorban tartják a tüntetéseket, amelyek rendszerint a rendőrökkel való összecsapással érnek véget. Spanyolország egyszer már visszavonta az európai elfogató parancsot Puigdemont ellen, mert egy német bíróság csak a költségvetési csalás esetében látta azt teljesíthetőnek.